67. perc, a frissen beállt Bognár. Ott pattog a labda, és ott a gól, 1-1. Lipták Zoltán beadta a labdát Bognár, ott pattogott védőről támadóra a labda, míg nem Lipták elé került, aki be is lőtte csapata első gólját. Egyébként a két csapat augusztusi mérkőzésén is betalált Lipták, akkor 3-1-re nyert a haladás, most ezzel viszont kiegyenlít a Diósgyőr. Belefejel Elek, és Iszlai válláról került Lipták elé végül a labda.